Mi is itt a feladat, mit kell csinálni a network marketingben? Hát, hogyha ennek a dolognak az alapkoncepcióját nézzük, akkor az a cél, hogy minél több ember ismerje meg és kezdje el fogyasztani a anyacég termékeit vagy termékeit rajtad keresztül. Tehát ehhez arra van szükség, hogy tovább ajánld ezeket a termékeket. De nem tudsz semmit tovább ajánlani sikeresen, hogyha nem ismered. Az azonnal átjön, hogyha te ezt nem szívből ajánlod, hanem az anyagi céljaid érdekében. Hogyha színész vagy, akkor ezt meg tudod csinálni vélhetőleg, hogy őszintének hasson ez az ajánlás, de egyébként nem. Ismerek olyan ragyogó MLM szakembereket, akik bármilyen terméket sikeresen tudnak ajánlani, viszont amióta követem és figyelem őket, azóta már vagy a negyedik MLM cégben vannak. Hát ők az úgynevezett MLM zsoldosok, akik pénzért csinálják ezt az egészet, és nem szívből. Én viszont a magam részéről olyanokkal szeretnék inkább együtt dolgozni, akik ezt szívből csinálják. Tehát az lenne az első feladat, hogy megismerd a céged termékeit, és megtapasztalod magadon a hatásukat, és lehetőleg keresel és találsz egy olyan terméket, amelyikbe szenvedélyesen beleszeretsz. Mert egy ilyen termékről aztán minden különösebb probléma nélkül tud szenvedélyesen beszélni bárkinek. És az át fog jönni, hogy te ezt őszintén mondod, és igazából segíteni akarsz ennek a másik embernek. A következő feladat az, hogy meg kell tanulni jól ajánlani. Nincsen olyan termék, hiába is keresel, amelyiknek, hogyha nevét belesuttogod a szélbe az alvégen, akkor még a felvégről is oda rohan mindenki, hogy csatlakozzon. Lehetne az akár az örök ifjúságnak az elixírje is. És ez már a reklámozás meg a marketing területe, amit meg kell tanulni. Ez nem olyan nehéz, mint gondolod, mert a mai emberre mindenféle médiából ömlenek a reklámok. Elég, ha egy picikét más szemmel nézed ezeket a reklámokat, és megpróbálod eltanulni a nagyoktól, a profiktól, hogy ők ezt hogy csinálják. És hát a reklámozás, a marketing, ez tanulható, és nem is gondolod, hogy milyen hasznos az a tudás egyébként a hétköznapi életben is. Sokan azt gondolják, hogy ennyi elég is, tehát ajánlod a termékeket, csatlakoznak hozzád, és minden oké. Egy bizonyos szintig ez így működik is. Ez egy nagyon klassz szint, nagyon szép a kilátás, nézd meg erről a szintről, de hidd el, hogy a csúcsról még szebb. Ahhoz, hogy te igazán a csúcsra érj, ahhoz neked vezetővé kell válnod. Tehát azokat az embereket, akik azért csatlakoztak hozzád, mert pénzt is akarnak keresni, meg kell tanulnod sikeressé tenni. Át kell adnod az összes tudásodat, amit te már megszereztél, segítened kell őket biztatni, bátorítani, inspirálni, ahhoz, hogy ők is sikeresek legyenek. Ugyanis ez egy olyan szakma, ahol te nem fogsz tudni sikeres lenni akkor, hogyha nem teszel másokat sikeressé. Ha kihívást keresel és szeretnél magad után nyomot hagyni a világban, akkor a network marketing egy nagyon alkalmas dolog erre. Érdemes ezen elgondolkoznod. Ha nem akarsz a következő videókról lemaradni, akkor lájkold a Facebook oldalamat és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Ha van egy kérdésed, amire szeretnél választ kapni, írd ide kommentbe a videó alá. Tarts velem és váltsunk kasztot együtt!